a hulladékgazdálkodás rendszere, regionális hulladékszállítási rendszer. A növekvő hulladék áradat miatt ma már elképzelhetetlen lenne az életünk hulladékfeldolgozó és hulladékhasznosító üzemek nélkül. A nagy feladat az, hogy ezt a szemétáradatot biztonságosan kezeljék. Ismerjük meg Szeged és környékének európai színvonalúnak méltán tekinthető szemétkezelési és feldolgozási technológiáját. A Szeged vonzás körzetéhez tartozó területekről évente átlag 230 ezer köbméter hulladékot gyűjtenek össze. A hulladék nem szemét. A hulladékgazdálkodás a természeti erőforrásokkal történő takarékosságot szolgálja, melynek lényege a hulladékok minél nagyobb mértékű szétválogatása, újrahasznosítása, a másodnyersanyagok kinyerése, valamint a véglegesen hulladék lerakó telepre kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A háztartási szemétbe kerülő anyagok közül újrahasznosítható mindenféle papír, műanyag, fém, konzerv és üdítősdoboz, valamint az üvegek, amelyek nagy része ismét feldolgozható, amennyiben szelektíven kerül ki a háztartásokból. Az újrahasznosítható anyagokat a válogató kabinban futószallag mellett 10 ember kézerővel végzi. Az itt dolgozóknak fürgekézre és éles szemre van szükségük. A bálákat az újrahasznosító üzemekbe szállítják. A kartonok például a papírfeldolgozásban hasznosíthatók újra. Egy tonna papír 17 fa életét menti meg. Ezek a bálák megmenekülnek a feltöltéstől, új életre kelnek és kímélik a nyersanyagkészletet. A Sándorfalvi úti regionális hulladéklerakó telepen működik Szeged és környékének európai színvonalúnak méltán tekinthető komposztáló üzeme. A tartózkodási idő alatt folyamatosan nyomon kísérik a levegő hőmérsékletét, az anyag nedvesség tartalmát. Ha szükséges, levegőztetik és utónedvesítik a keveréket. Ezután a félig kész komposzt az utókezelő csarnokba kerül, ahol prizmákba rendezve még 6 hétig érlelődik. A kész komposzt a teljes 8 hetes bomlási folyamat végén, rostálás után nyeri el végső formáját. A komposzt csak természetes, növényi eredetű szerves anyagokból készült, sötétbarna színű, földszerű, nem kellemetlen szagú anyag, melyet igen magas táp és ásványi anyag tartalmánál fogva alkalmas kertészeti és szántóföldi felhasználásra.